Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíjas Steelvent kerítésekre és kapukra. A Garázs TV informatikai megoldásszállító partnere a Futurion Kft. Kedves nézők, üdvözlöm Önöket ezen a héten a garázsban. Az elmúlt héten nagyon boldogak lehettünk, hiszen Vinyussal és Sumival Németországban jártunk, ahol az MTM német tuning cégnél vendégeskedtünk, és az elkövetkezendő hetekben ennek gyümölcsét láthatják majd itt a garázsban. Ezen a héten megmutatok Önöknek egy 330 lóerős Volkswagen Polo replikát. Emellett visszatér a köridő rovat is, amelyben egy Renault Fluence lesz a vendégünk, tehát Csabi és Jani ezen az autón éli ki majd vágyait a kakucsringen, és mellettük megnézhetik azt, hogy Vinyus Youngtimer amerikai autójába beszerelik a vadonatúj CMP multi média rendszert. Kezdjük is az MTM-mel, induljon a garázs! Tehát kedves nézők, ahogy a bevezetőben is hallhatták, itt vagyok Ingolstadt mellett, és azonnal egy olyan érdekességet hoztam el Önöknek az MTM cégtől, amely egy sorszámozott darabszámban készülő 2013 évelején bemutatott Volkswagen Polo RVRC. Ugye tudjuk, hogy 2013 évelején a Volkswagen beszállt ezzel az autóval, illetve ennek a hasonlásával a rally világbajnokságba, és Sebastian Ogier-vel, valamint Jari Matti Latvalával gyakorlatilag mindent megnyertek, amit meg lehetett nyerni. Van egyéni világbajnoki címük, és van gyártói világbajnoki címük. A világbajnoki címek megünnepléséhez gyártották tehát ezt a sorozatban készülő Volkswagen Polo RVRC-t. Már a széria 220 lóerővel sem próbálhattunk ki, hiszen Magyarországon ilyen autót nem nagyon tudunk vásárolni, de itt Németországban már van nem 220, hanem 330 lóerős verziós, hiszen az MTM ehhez az autóhoz is hozzányúlt. Ezt a lehetőséget kaptam most meg, becsütsenek már is a volánhoz, és bentről elmondom az élményeket, valamint elmondom azokat a technikai adatokat, amik ezt a kis Polo utcai VRC rally világbajnoki autót jellemzik. Ugye pontosan tudjuk, hogy a Volkswagen Polo évautója volt pár évvel ezelőtt, hozzám mégsem jutott el lelkileg igazándiból ez az információ. Nem vagyok egy túlzottan nagy Volkswagen csoportos fan, így az elkövetkezendő hetekben bizonyára furcsán fog engem is, és majd Önöket is érinteni, hogy igen sok Volkswagen termékkel fogok itt Ingolstadtban találkozni, hiszen az itt töltött idő alatt nagyon sok mindent kipróbálhatok, amit az elkövetkezendő hetekben majd bemutatok Önöknek itt a garázs műsorában. Első körben tehát a Polo VRC R MTM. Igen, ez évautója volt ez a kocsi. Kicsi, szerethető, alapvetően jó autó. Csináltak belőle a rally világbajnokság miatt, ahogy már kívül is említettem, egy sorozatot, ami limitált, ami többet tud, amiben 2 literes turbo TFSI motor van a maga 220 lóerejével, és igazániból azt a dizájnt képviseli, amelyel a világbajnokságon Sebastian Ogier és Jari Matti Latvala, valamint ugye idéntől már gyakorlatilag András Mikkelsen is versenyezhet. Ez a kék, szürke csíkozás a fehér alapon, erről szól a VRCR. Nagyon szeretik a fiatalok Németországban, ahogy az MTM-től is megtudtuk, gyakorlatilag hetente 2-3 autót kell átépítsenek az ő verziójukra, amelyben ülhetek. Az egyébként igen sportos, igen lendületes, és nagyon élvezetes kocsinál még egy picikével többet tud. Hogy mi ez a még egy picike? Ez 110 lóerő és 85 Nm, így a teljesítménye a 2 literes TFSI motornak ebben az autóban 330 lóerő és 420 Nm-es forgatónyomatékot visz, az egyébként az MTM által beszerelt Sperdifin keresztül a két első kerékhez. Ezt kezelhetjük a hagysebességes kézi váltóval, amely egyébként nem új, tehát ez megtalálható a normál alapverzióban is. Itt az igazi nagy lényeg az a már korábban említett Sperdifi, ami tudják arra használható, hogy a
ív belső kerék ne pörögjön el kanyar kigyorsításkor, ettől válik ez az autó igazán agilissá, igazán sportossá és igazán különlegessé. Borzalmasan nagy élmény itt a német utakon közlekedni vele. Volt szerencsém egy picit gyorsabban is menni egy-két kanyargós részen, és tényleg azért a 330 lóerő, a lefújó szelep, a turbomotor és a Sperdifi megteszi a hatását. Gyakorlatilag azt merem mondani, hogy bár tudjuk, hogy csak hivatalosan 300 plusznak hívják a VRC-k, az igazi nagy VRC-k teljesítményét, amelyek most csak 1,6 literes turbomotorból táplálkoznak, de körülbelül ilyen teljesítményt tudhatnak, persze azok versenyautók, persze összkerékhajtással, de mégis amikor beül az ember ebbe a kis 330 lóerős méregzsákba, akkor azért még akár magát is Sebastian Ogier-nek képzelheti, hiszen botrányosan jól megy ez az autó. Még pár kiegészítő, különleges 18 szolos kerekek vannak, 330 mm-es első fékek, a hátsók azok maradtak eredetiek. Az utastérben, ahogy láthatják, egyedi dizájnos ülés van, egyedi kormánnyal, ami a modern kor szellemének megfelelően vadbőr borítású, és ráadásul az alja, hogy a Volkswagen csoport sportos modelljeitől megszoktuk, ilyen egyenes. Egyébként nagy navigáció, egyzónás klíma, tehát annyira nincs feldobálva extrákkal, de szerintem egy alapfelhasználónak bőven elegendő. Itt ezt kell megfizetni. És ez volt 117, másodikból harmadikba. Egyébként 5,5 másodperc alatt gyorsul föl 0-ról 100-ra, a csúcssebessége pedig 262 km/h, azaz itt a németeknek, hála jó Istennek, még a limiter sincs benne, ugye 250-nél szokták általában limitálni azokat az autókat, amelyek a széria piacra kikerülnek itt Németországban. Hát hála Istennek ebbe az autóban nem tették ezt bele, úgyhogy ha valaki szeretné itt az autóbánon, akár a 262-t is kipróbálhatja. Élvezetes a kocsi, azonban sajnos, és ezt mindig el kell mondanom, borzalmasan drágák ezek az autók. Pofátlanul durrog a kipufogója visszaváltásnál. Azt is természetesen cserélték. Kis helyes pukkanással adja a tudtunkra, hogy visszaváltottunk. Imádom ezt egyébként. Amerikában játszottam ezt a Camaroval, folyamatosan minden lámpához úgy váltogattam vissza. Ezek szerint ezzel is lehetne ezt sokáig csinálni. De visszatérve a fekete leveshez, az árhoz, ugye alapvetően ez a kocsi itt listáron 34 000 euró, és az az extra sor, ami rajta van a három állású kávéfutóművel, a nagyobb energiával, a szebb belsővel, a szebb külsővel, a nagyobb fékekkel, az további 20 000 euró, tehát nagyjából 6 millió forintnak megfelelő összeg, és a végére az árlistánk az 53 000 euróra rúg. Azt kell mondanom, hogy ez nagyon sok pénz ezért az autóért, tehát igazából szerintem német piacon kívül nem nagyon tudom ajánlani senkinek. Logikusan ezen a piacon azért örömmel megveszik. Azt nem szabad elfelejteni, hogy itteni fizetések mellett a 20 000 euró plusz költség, ha már valaki vett egy ennyire különleges kocsit, alapból is ennyire különleges kocsit magának, akkor a 20 000 euró többlet, az már nem jelent nagy kiadást, és az már nem jelent igazán nagy különlegességet. Cserébe, amit kapunk, az meg borzalmasan nagy különlegesség. Tehát ha már valaki vette azt a mennyiségű pénzt, hogy póló VRC R verziót vásároljon, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy ha nem is a teljes package-et, de sok apró részletet vegyen meg bele, hiszen bármilyen kis pici, bármennyire nem tűnik igazi autónak, bármennyire nem szeretem a széria változatot, mert azért ezzel a pukkogással és ezzel a útstabilitással, úttartással, erővel, hát azért ez nagyon-nagyon nagy flash.
Lehet, hogy most nagyon sok autóba lehet már multimédia rendszerrel rendelni. A különbség, a legnagyobb különbség az, hogy ezek a multimédia rendszerek tudják a GPS-t, az MP3 lejátszást, a rádiót. Némelyikben van telefonkihangosító, némelyikben nincs. A miénkben mindenben minden benne van. És például, hogyha valaki úgy rendeli meg az autóját, hogy gyári navigáció nélkül, és utólag rájön arra, hogy hát mégiscsak jó lenne, hogyha mondjuk a feleségemnek a körme nem törne le állandóan, amikor a GPS rakosgatja föl a szélvédőre, és ezért szeretne egy navigációs rendszert az autójába. Nagyon sok olyan automárka van, ahol ez nem lehetséges, mert az előkábelezése nem olyan az autónak, hogy bármiféle cserétvel meg lehessen oldani ezt a cserét. Ekkor jövünk mi, és gyakorlatilag több száz olyan autóhoz tudunk ilyen multimédiát ajánlani, amihez már a gyár nem. És a régi autókhoz is itt kiemelném, hogy például Hokáért 1994-es autóba is építettünk már gyári helyre beépíthető multimédiát, mert azok, akik ezeket fejlesztik, egyébként naponta fejlesztik ezeket a rendszereket, folyamatosan nézik, hogy melyik autó hogyan fogy, mennyire sokan használják. Tehát például Németországban gyártott nagyobb értékű autóknál nagyon sokáig használják, tehát nagyon hosszú a kifutási ideje, ameddig használják ezeket az autókat, és visszament az ember egy 15 éves vagy 12 éves autó, és mondta azt, hogy kérnék bele navigációt. Hát nem nevették ki, csak megmondták azt, hogy hát nincsen ilyen lehetőség. Ehhez képest mi tudunk ajánlani ezekhez a régi autókhoz is ilyen jellegű multimédiákat, és ami nagyon fontos, hogy a gyári helyre beépíthető. Ugye azt említetted, hogy 94-es autóban már szereltetek, de ha jól tudom, nem csak új autóba tudtok szerelni, hanem nagyon sok régibe. Ezzel kapcsolatban egy kicsit részletezzünk még. Így van. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy nagyon sok ilyen hobbi autós is megjelenik nálunk, akik gyakorlatilag a második, harmadik autójukat is szeretnék felszerelni valamiféle hangrendszerrel, illetve GPS-szel. Az univerzális készülékeink alkalmasak arra, különféle keretekkel, megoldásokkal, hogy a meglévő úgynevezett kettődines vagy dupladines helyekre beépíthetőek. Tehát gyakorlatilag nagyon nehéz olyan automárkát mondani, amit nem tudunk megoldani. Most például egy amerikai gyártmányú autó, aminek a tulajdonosa picit fölpöckölte az autóját, és ő is szeretne valamiféle zenét is hallgatni az autójába. Ez nem egy fiatal autó, kicsit tér ki arra, hogy gyakorlatilag most már a határ az nem a csillagos ég, hanem a bármilyen korú. Hát igen, Ford E-modellben még nem szereltünk ilyen készüléket, bár ki tudja, hogy mit hoz a sors, de gyakorlatilag ez egy 1993-as Pontiac, és gyakorlatilag a meglévő egydines rádiónak a helyére próbálunk meg beépíteni majd egy kettődines rádiót. Meglátjuk, milyen sikerrel. Igen. Német taxi, direkt abban a színben az új Fluence, ami gyakorlatilag annyiban új, hogy az új eleje van, csak 1,6 literes benzin motoros, tehát az 1.6-os kötőjel 1.2-es kupába, tehát oda lentre hoztam nektek. Nem tudok róla igazán mit mondani, remek 5-sebességes váltó van vele, amit idáig kipróbáltam, hát beveszi mindegyik sebességet, úgyhogy ennyi mit várunk ezen a héten. Tök jó, tehát hogy ez a hullámzás, tehát van egy-két ilyen nagyon jó autó, egy rekordidőgyanús már, hogy feltüzeljük magunkat, hogy na mi jöhet még, és aztán megjön egy ilyen. Szépnek nem szép, gyorsnak nem gyors, de családi, úgyhogy semmire nem számítok. Nagyon jó! Csabi, te oda vagy a Renault-kért, hát ez egy Renault, mondj valami pozitívat. Igen, hát nem mindegyikért egyébként, tehát majd... Magó hiány. Majd ha jobban megismersz, rájössz, hogy azért nem mindegyik Renault a szívem csücske, nekem sem. Hát előre nem mondok semmi rosszat, majd inkább utólag, ha éppen olyan.
Mentünk már hasonszörű autókkal igazándiból, egy ilyen erős közepes időt biztos ez is tudni fog. Szerintem ilyen 55-56-57-eket mentünk ilyesmi jellegű ilyen kis szedánokkal. Majdnem más mondok. Szerintem ez is azt fogja tudni, nem hiszem, hogy valami nagyon nagy meglepetést okozna bármilyen téren. Én szokás szerint drukkolok az autónak, hogy meglepetést okozzon, lássuk, ki nyeri a mai feladatot. Hát azt hiszem, azt sem már nem kell játszani se. Jó, megyek. Megyek. Ez nem számít, persze. Megyek. Fölfújta a kávéfőzőt, minden rendben van. Szerintem ebből meg lesz a kávé erre a hétre. Figyeld már oda! Már egy hát próbálkozik. Tudod, máshoz szokott mostanában. Fú, de büdös lett rögtön. Ahogy elrajtott, itt hát, a kiplungot várja, mert utána... De ahogy hallottam, az összes ilyen kipufogó takaró lemezt is végig hallgathattuk, hogy hogy remek fel. Nagyon vicces volt. Nem lesz az olyan rossz. Nincs neki sebessége, de a kanyarokban nagyon... Pont azt akartam mondani, hogy most ebből a képből ez hogy jött? Igen, tehát én nem halad. A BMW-k azok így mentek át. De megy rázóra mindenre, tehát igyekszik. Még mindig itt. Még mindig, egyre büdösebb van. Igen. Ez az, nem a kuplunkból jön lassan. Szerintem így közeledik, az elég gáz. Hát nem az a feeling. Ú, de családi! Befordult. Volt ideje váltás helyett így kimutatni nekünk unottan, hogy ez menő volt. 54-0-14, tehát a vártnál egy kicsivel egyébként jobb. Nagyon vicces volt, mert hogy elrajtoltál, itt hagytad a kuplungot, és olyan büdös volt, hogy amikor a túloldalon volt, akkor is egyre büdösebb volt. És azon gondolkoztunk, hogy ez lehet, hogy mégse a kuplung, tehát hogy borzalmas illatok terjengtek a jármű után. Az 54-0 az nem rossz idő, például egy 508 GT-t meg lehet vele verni, ami ugye ezért ennél nagyobb autó, de szerintem ez aránytalanul jó idő. Ennek az egésznek az a nyitja, hogy nem szabad fékezni, tehát gyakorlatilag, mivel ereje nincsen, ha egyszer elér egy sebességet, azt érdemes megbecsülni, mert ha véletlen fékezgetsz, akkor utána vége van. Tehát van benne kikapcsolható ESP, ami jó dolog, de fölösleges kikapcsolni, mert úgyis visszakapcsol az első kanyarba, utána azt nyomogattam végig, de mindegy, igazándiból nincs meglepetés az autóba, bármit csinálhatsz vele, ugyanazt fogja hozni, úgyhogy ennyi. Ezekkel az autókkal szoktatok tizedeken belül autózni. János, csapasz szét az 54-0-át. Most is, igen, te megmutatod, hogy ezzel is lehet driftelni. Hajrá! És a váltási idő, az a másfél másodperc. De jó, az első két kombináció az mindkettőtöknél csinos volt, az ilyen kis mozgolódós, és aztán utána azt vettük észre, amikor mentél, hogy a hátsó egyenesbe, tudod, hogy hozzászoktunk az elmúlt hetekben, hogy így elmegy egy autó, ez meg így ilyen halál nyugodtan. Igen, ez ilyen konstant sebességet szeret ez az autó, tehát nem ez a dinamikus gyorsítás, fékezés, nem átlagsebességre hajt. Nyugodtan. Igen, nyugodtan. De alapvetően egyébként az 54-0 nem rossz idő, ahhoz képest, hogy sem motor, se váltó, se semmi. Nem mondtam rosszat róla, tehát alapvetően stabilan viselkedik az autó, csak semmi extra. Tehát kiszámítható, békés, barátságos, egy családi autónak igazándiból ilyennek kell lenni, hát nem élményről szól jelen esetben. Ő is tud integetni, mint te, igen. Igen, csak te ezzel a kezedre mutatod ezt, meg ezzel. Mondtam, hogy tizeden belül lesz. Egyet javítottál azzal, hogy egy tizeden belül 8,5 századdal megmented a Csavit. Tehát 53, 9, 35 vagy valami ilyesmi. Egy helyet abszolútban ezzel javítottál. Ugye? Az olyan jó érzés volt végig. Megcsavartad az 1.5-ös CRZ-t. Hát azért az 1.6-ossal nem olyan rossz. Hát mesélj az élményeidről, János. Nagyon vicces volt, tehát alapvetően nem szeretem az ilyen autókat, amiben ugye ő szabályozza, hogy mikor gyorsítunk ki, ez ugye általában csak a kanyar végén van, úgyhogy kicsit úgy szittam. De utána rájöttem, hogy tényleg így, ha mindenhova berakom, akkor ugye elfordult, tehát hogy semmi nem történik. Ez nagyon vicces volt tényleg, tehát hogy nézegettem én is, hogy a műszerfal miket ír ki, mert ugye amúgy uncsi benne ülni, de
Az elmúlt hetekben azt vettem észre egyébként, hogy János beszél ám a kocsiba belül. Tehát azt a műsorban mindig észreveszem, mert azt, hogy ilyenkor nem látjuk, hogy ott kommunikál most már. Tehát én teljesen unatkozom. Gyerünk már, vagy valami. Hogy most is beszélgettél magaddal? Azt hiszem, hogy hátul lett egyenesből, hogy valami megjegyzést tettem a gyorsítására, ami ugye szemmel nem látható, de egy műszer ott valami egyre nagyobb értékeket futogat. Lehet az is. Ez a kettő összhangban megy. Csabi azt mondta, miközben a köröd volt, hogy egy családi autónak ilyennek kell lennie, nem szabad túl nagy élményt okoznia, hiszen nem arról szól. A heti győztes kérdezem, hogy családi autónak megfelelő-e, ha már a pályára nem? Hát ha beülnék hátra, megmondanám, mert a lábtér, hogy mekkora. A csomagtartó nagy, azt tudom. De igen, tehát hogy alapvetően szerintem ez tök jó. Meg ez is, hogy kikapcsolhatatlan az ESP-t nagy sebességnél, úgymond, az is szerintem jó. Tehát egy egyszerű, normál utcai használata pont jó ESP-vel is. Ennyi volt már a garázs, remélem élvezték a műsort. Ha jövő héten velünk tartanak, folytatódik az MTM beszámoló, amikor is megismerhetnek egy A3-as Audit, amely már 360 lóerős. Én azt gondolom, nem lesz érdemes kihagyni a garást. Addig pedig ajánlom figyelünkbe internet oldalainkat, tudják, most már kettő van. Az egyik a www.garage.tv címen, ahol régi adásainkkal találkozhatnak, a másik pedig a www.speedzone.hu címen, ahol naponta frissülő hírekkel, videókkal, érdekességekkel találkozhatnak. Köszönjük, hogy megint minket választottak, és ne felejtjék, garázs, ahonnan az autózás indul. Csomagolás technikában kizárólagos partnerünk a Napi Labdétó. A garázs videokonferencia partnere a Streamnet. A garázs támogatója a Kamera Kft. A garázs autóinak tisztaságáról az EasyWash gondoskodik. Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíja Steelvent kerítésekre és kapukra. A Garázs TV informatikai megoldásszállító partnere a Futurion Kft. A garázs számítástechnikai partnere a notebook.hu internet oldalt üzemeltető Digitaltek Europe Kft. Együttműködő partnerünk a Mind Global, a humán szolgáltató. A garázs TV stábja kizárólag a Canon termékeit használja.